Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Adélia számára. Kedves Adélia, üdvözöllek téged. Te szeretnéd tudni, hogy ő visszatér-e hozzád, vagy vannak-e elvárásai, kell, hogy írj neki, vagy várj, amíg ő jelentkezik. Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez az ördög mutatja. Ez a kártya nem szép, és nem jelent jót. Az lehet, hogy vannak ilyen hamis emberek az ő környezetében, akik becsapják őt, de lehetnek az ő gondolatai is furcsa, negatív gondolatok, mint például, ebből úgysem lesz semmi, én ezt a szerelmet meg sem érdemeltem, és ki kell, hogy lépjen ezekből a negatív gondolatokból, érzelmekből is, mint például félelmek. A következő kérdés az lenne, hogy mi a terve veled kapcsolatban. Itt van egy ilyen húzavona, tegyem, ne tegyem, írjak, vagy ne írjak, hogyan tovább. Ha neki ez a terve, és ez, ami őt foglalkoztat, akkor az azt jelenti, hogy te fontos vagy neki, mert ő elgondolkozik ezen, hogy jelentkezzen-e nálad, vagy sem. De még nem hozott döntéseket. Mi áll a középpontban, azt mutatja itt a nap. Ez a kisugárzás, ez szebb, mint itt ez a kép, mert ez a nap jelenti az igazságot. Valami kiderül. Az is lehet, hogy valaki becsapta őt, és kiderül az igazság. És pontosan az, amit ő szeretni tudna. Valamit akar tisztázni, és rendeződnek nála a dolgok. Milyen hatás alatt áll ki, vagy mi befolyásolja őt? Itt ennél a kártyánál láthatjuk az érméket. Az mutat az anyagiakra, vagy a munkahelyi viszonyára. De előfordulhat az is, hogy belső értéket szimbolizál. Az ő esetében én úgy gondolom, hogy itt anyagiakról, munkahelyi viszonyról van szó, és ő úgy érzi, hogy valaki kihasználja őt, vagy becsapják. Itt pénzről van szó. Mi változik nála? Itt kezébe veszi a dolgokat, és védi magát a külső támadások ellen. Ezek a botok a tűz elemére utalnak, ő bátor, megvan az akarata ehhez. És hogy viszonyul hozzád? Itt a kelyhek adják meg a választ, és a kelyheknél érzelmekről van szó. Ez a férfi szeret téged, nyújtja feléd ezt a kelyhet, tehát nyitott egy párkapcsolatra, kimutatja az érzelmeit, de fél attól, hogy te elnézel egy más irányba, és nem veszed őt észre. Vagy megsértődtél, és nem akarod őt, nem akarod ezt a kapcsolatot. Neki félelmei vannak, hogy te őt elutasítod. Van egy másik nő az életében, így most minden így a feje tetejére állt, mert nem tudja, hogyan tovább. Nem tudja azt, hogy te hogy viszonyulsz hozzá. Ha ő tudná, hogy ezt te le akarod zárni, akkor lehet, hogy nyitott lenne egy másik párkapcsolatra, de jelenleg még nem akar döntéseket hozni, így most minden a feje tetejére állt, az az érzése, hogy elveszíti a talajt a lába alól.
Ez a kép is azt mutatja, hogy ő megállt jelen pillanatban, ő nem keres más kapcsolatokat, hanem a kezébe veszi az anyagi dolgokat, valamit rendez a munkahelyén, de ez az arany érem utal az értékekre is, a belső értékekre is. Azt is jelzi, hogy mennyire fontos, hogy magabiztos legyen. De mire ő bátor és keresi a kapcsolatot hozzá, eltelik egy kis idő. Kell, hogy türelmes legyél, mert neki félelmei vannak. Hogy tekint a te irányodban, hogy lát téged, ezt mutatja itt ez az uralkodó nő. Csodál téged a külsőd miatt, a tehetséged miatt, a tudásod miatt, az érzelmek miatt, és biztos lehetsz abban, hogy visszatér hozzád. Mert ezek a tervei. A négyes szám utal a biztonság érzésére is, de jelen pillanatban ő még bizonytalan. Azt is kérdezted, hogy írjál-e neki, igen vagy sem. A választ a hold adja meg, a hold várakozó, vár arra, hogy megkapjon valamit, tehát ne írj neki, várj arra, amíg ő jelentkezik, és keresi a kapcsolatot veled. A jövőtöket itt ez a főpap nő üzeni, mégpedig azt, hogy kettőtök között van egy sors kapcsolat, egy lelki kapcsolat, és ez nem véletlen ez a találkozás, hanem ez meg van írva a sorsok könyvében, és ha ez így van, akkor biztos lehetsz abban, hogy ő visszatér hozzád. Én megkérdezném az ingát, szeret ő téged, visszatér hozzád, igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő visszatér hozzád. Ha az inga balra fordul ki, akkor ebből nem lesz semmi. Ha az inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. Egy lassú mozgás, kell a türelem, de a válasz az, ő visszatér hozzád. Kedves Adélia, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel. Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket. Viszont hallásra!